helyi csartával kerülnek konkretizálásra az elsősorban a nemzeti kisebbséghez tartozó polgárok nyelvi és szabadságjogait előíró alkotmányos és törvényes jogszabályok. Magyar Kanizsa önkormányzata egy szakmai rendezvény keretében kívánja hangsúlyozni a dokumentum és annak elfogadásának fontosságát a nemzeti kisebbségek, esetünkben a magyar nemzeti kisebbség életében. A tartomány területén 45 önkormányzat van. Ezek közül 41 önkormányzatban a szerb nyelv mellett egy kisebbségi nyelv is hivatalos használatban van. Ez a gyakorlatban lehetővé teszi a polgároknak, hogy anyanyelvükön forduljanak az önkormányzati szervekhez, de úgy szintén azokhoz a köztársasági szervekhez is, amelyek az adott önkormányzat területén székelnek. Hiszen nem csak hivatkozási alap lehet ez, hanem adnak a bizonyítéka is, hogy ezek a jogok igenis járnak nekünk, az itt élő magyarságnak kell, hogy éljen ezekkel. Másrészt pedig a jogok megbecsülése a többségi nemzet részéről arról is szól, hogy együtt közösen erősebbek vagyunk. Mivel Magyar Kanizsa önkormányzata számára kiemelt jelentőségű a nyelvi jogok tiszteletben tartása, ezért a rendezvényre meghívást kaptak az Európa Tanács irodájának és az EBSZ szerbiai missziójának képviselői, a Szerbiai Parlament Európai Integrációs Bizottságának tagjai, a nemzeti tanácsok képviselői, valamint a vajdasági városok és községek, közöttük a Magyar Kanizsa községbéli intézmények előjárói is. Helyi szinten, önkormányzati szinten és kormányzati szinten is megfelelően biztosítva legyen a kisebbségi nyelvhasználat. És ez olyan kérdéseket is felvet, hogy még ha valaki jól beszéli a többségi nyelvet, akkor is adott esetben kedvezőbb számára, hogyha a tolmáccsal a saját anyanyelvén tud megszólalni hivatalosan, mert ezzel tudja fenntartani igazán a nyelvi árnyalatokat, azokat az ismereteket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a következő generációnak is átadja az anyanyelvét megfelelő színvonalon. Magiszter Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke előadásában kifejtette, hogy a nyelv hatalma milyen fontos számunkra, valamint hogy a hatalom nyelvének el kell ismerni a kisebbségi nyelv hatalmát is, mert így erősödhetnek a multietnikus közösségek.